Milyen állapotban találkozott a játékosokkal, hogy érkeztek vissza a nyaralásról, illetve a nagy karácsonyi beiglevésekből? Hát én azt hiszem, hogy fit állapotban jöttek vissza, legalábbis itt az első tréninget látva, megkapták azokat a feladatokat, amiket el kellett végezni nekik a szünetben. Tegnap egy terheléses vizsgálaton is túl voltunk, az eredményeket még nem kaptuk meg, de bízom abban, hogy tényleg mindenki megfelelő állapotban érkezett, és megfelelő munkát fog tudni végezni a felkészülési időszakban. Ugye jól számom, 6 éve volt utoljára NB1-es csapat vezetőedzője. Mennyire hiányzott már önnek a közeg? Hát én azt mondanám, hogy mindenhol jó dolgozni. NB2-ben is nagyszerűen éreztem magam, de azért az NB1 az NB1. Mégiscsak komolyabb játékosokkal tud az ember együtt dolgozni, olyan futballistákkal, akik valószínű, hogy meg tudják azt valósítani, amit elképzel az edző. Ennek megfelelően természetesen örömmel jöttem vissza, és annak örülök, hogy a Budapest Honvédnak lehetek a vezetőedzője. Ez nem nagy kihagyás egyébként? Nehéz ennyi idő után felvenni az NB1 ritmusát? Hát én azt hiszem, hogy nem. Hát bármelyik csapatnál, NB2-ben és NB1-ben is ugyanazt a munkát kell elvégezni, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy ugyanazt a munkát próbáltam az NB2-ben is elvégeztetni a csapattal, mint amit az NB1-es csapatoknál. Ugye bemutatkozott itt egy új igazolás is a sajtótájékoztatón Heffler Tibor személyében. Ő mekkora erőssége lehet a csapatnak? Hát Heffler Tibort azért hoztuk ide, mert tudjuk, hogy mire képes. A Tibor egy nagyon jó jobboldali védő, jobboldali középpályást is el tudja játszani, akár ugye válogatott is volt. Én bízom abban, hogy erőssége lesz a csapatnak, mivel az ősz folyamán ugye gondjai voltak a csapatnak ezen a pozíción, azáltal, hogy az Ikeneking sérült volt, nem találták meg a jobboldali védőt megfelelően. Úgyhogy én bízom abban, hogy ő nagyon sok segítséget fog tudni adni nekünk. És ha a King teljesen felépül, akkor nagy lehet a harc közöttük a kezdőcsapatba kerülésért? Hát én nagyon bízom benne, hogy nagy harc lesz a csapatba kerülésért. Hogyha nagy harc lesz a csapatba kerülésért, akkor viszont pozitívan jöhetünk ki a mostani helyzetből. Ugye itt beszéltünk a sajtótájékoztatón még posztokról is, ahova szeretne erősíteni. Vannak-e már konkrét kiszemeltek? Természetesen vannak kiszemeltek, természetesen folynak a tárgyalások, és hát amit a Hemingway is mondott, amikor ezek realizálódnak, akkor természetesen be fogjuk jelenteni őket. És ugye Eppel Mártorról is volt szó, ő ha esetleg távozna, nagyon nagy hiánya lenne a csapatnak? Hát természetesen, hát a Marci alap embere ennek a csapatnak meghatározó játékosa, a Lanza Fámival közösen azért elég szépen termelték a gólokat az elmúlt bajnoki évben is, és az ősz folyamán is. Szeretnénk, hogyha a Marci maradna, én beszélgettem vele most nagyon sokat itt az elmúlt pár napban. Én bízom abban, hogy tiszta fejjel, a futballra koncentrálva, ha nem tud elmenni, egy nagyon jó teljesítménnyel tud előrukkolni a tavaszi szezonban, és akkor biztos, hogy még több lehetősége lesz arra, hogy esetleg valóva elmenjen, mint ahogy ő szeretne. Ugye Hemingway említette itt a sajtótájékoztatón, hogy ő 3 helyet szeretne előrelépni a tabellán. Mennyire reális ez a célkitűzés? Hát én azt mondanám, hogy mi a maximumot próbáljuk kihozni ebből a félszezonból, természetesen megfelelő hozzáállással, munkával, és meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég majd a bajnokság végén. És ez milyen játékstílussal érhető el? Ha jól vettem ki a szavaiból, inkább a Honvéd kicsit megint Marco Rossi féle Honvédra fog emlékeztetni, mint az elődjével mutatott játékra. Én nem azt mondtam, hogy a Marco féle Rossi csapatra fog hasonlítani esetleg a játékunk, hanem én azt mondtam, hogy az ő csapatának a védekezését kell visszahozni, azt a védekezést, amelyikben nagyon kevés gólt kapott a csapat. Ha megnézzük a tavalyi évben, vagy a tavalyi félszezonban annyi gólt kapott a csapat, mint amennyit az első év, előző évben a Marco Rossival. Úgyhogy mindenféleképpen nekünk a hangsúlyt arra kell kifejezni, hogy próbáljunk meg egy olyan védekezést kialakítani, amiből megfelelően tudunk támadni, mivel az előre játékra megvannak a játékosaink, akik gólt-gólokat tudnak szerezni, viszont a védőrészt azt maximálisan fel kell építenünk. És akkor végül még a szurkolókról kérdezném, ugye látok, a Honvéd szurkolók nagyon kritikusak tudnak lenni, láttuk ugye az elődjét, illetve viszont ha valaki sikert ér a tenyerén hordozzák, akár csak Marco Rossinál is láthattuk. Itt voltam, a második időszakomban jó kapcsolatot ápoltunk egymással a szurkolókkal. Itt eredmény függő a történet, én azt hiszem, hogyha a csapat megint eredményesen szerepel, elérjük azokat a célokat, amit a Hemingway kitűzött elénk, a nemzetközi porondra ki tudunk kerülni, akkor a stadionban a hangulat is jó lesz, és a kapcsolat is jó lesz a szurkolókkal.